Gyönyörű rend van ebben a műhelyben, úgy irigylem azokat a kollégákat, akik sokat dolgoznak, és fantasztikus rendet tudnak maguk között tartani. Már csak azért is ez egy érdekes dolog, hiszen sok gyerekes, nagy családos apukaként azért ezt meg kell oldanod, hogy ez egy privát szféra legyen. Ezt meg tudod oldani? Meg tudom oldani. Egyébként, tehát én nem tudok úgy dolgozni, hogyha tele vannak az asztalaim mindenfélével. Van, hogy naponta többször is elpakolok, összesöprök, vagy kiporszívózok. Tehát, hogy valahogy fontos, hogy ha a fejembe rend legyen, ahhoz az kell, hogy a környezetem is rendes legyen. Azért ez a rend dolog a mi szakmánkhoz biztos, hogy nagyon szorosan hozzátartozik. És ahogy tapasztalom, mindannyiunkat megfog fiatal korunkban egy olyan élmény, hogy kiválaszt minket a szakma, kiválaszt minket a hivatás. Tehát, hogy nem mindenki úgy megy el hangszerkészítőnek, hogy hát most meg akarok tanulni egy szakmát, hanem hogy van valami belső elhívás erre a dologra. Ez nálad hogy működött? Érdekes kérdés, mert hát így utólag felnőttként okosabb az ember, és már átlátja ugye, az addigi életét, és én arra jöttem rá, de már csak felnőtt fejjel, hogy nekem a hangszerkészítő szakma, azon belül a gitárkészítés, számomra olyan, mint egy Istentől kapott hivatás. Tehát szakmai szinten ez elhívásom az én tapasztalatom szerint, hogy ezt kell csinálnom. Persze ezt ugye még fiatalon, meg gyerekként nem tudtam. Csak azt tudtam, hogy kiskoromtól kezdve borzasztóan érdekeltek a hangszerek. Nem csak egy-két fajta, hanem sokféle hangszer. És az is érdekelt, hogy kell rajtuk játszani, hogy működnek, mitől szólnak úgy, ahogy szólnak. Tehát a billentyűs hangszerek, pengetős, vonós hangszerek, részfúvósok, minden érdekelt igazából. És ugye a zenét is már kiskoromtól kezdve nagyon szerettem. Hát apukám ő nagyon zeneszerető ember volt, és rengeteg zenét ismertem meg rajta keresztül. És egy ilyen kakukktojás voltam már fiatalon, tehát már általános iskolában is én ugye ilyenekhez voltam hozzászokva, hogy jazz, meg komoly zene. Nagyon korán megszerettem a barokk zenét, az lett a kedvencem. És ugye én azokkal nem tudtam mit kezdeni, amit a többi fiatal hallgat. Nem is értettem, hogy ez miért jó. Tehát nálam az volt, hogy ha mondjuk hallgattam a Bartók rádiót például néha, akkor bemondták, hogy most Bach valamelyik műve következik. Én már ugye ráugrottam a kazettás magnóra, és benyomtam a rec gombot, és felvettem, és azt hallgattam, mert hát ugye akkoriban még nem volt internet, nem volt YouTube, meg ilyen modern dolgok. Ugye én magnó kazettán, meg Bach eliten hallgattam az első zenei meghatározó élményeimet. Na mindegy, így kezdődött a zene és a hangszerek szeretete. És aztán később ilyen kis kitérőkkel, kanyarokkal, de végül elérkeztem oda, hogy éreztem belül, tudtam belül, hogy nekem ezt kell csinálnom, a hangszer készítő szakmát. És ebben kik voltak a segítségek? Tehát ki volt az első mestered, vagy kik voltak azok a mesterek, akiktől tudtad ezt tanulni?
Hát amikor már két főiskolával is úgymond kudarcot vallottam, mert nagyon utáltam. De ezek nem gyakorlati szakmával kapcsolatos? Nem. Akkoriban az volt a divat, hogy mindenki menjen gazdasági pályára, vagy könyvelőnek, vagy ilyesmi. Ugye én engem is felvettek a Külker főiskolára, de azt fél év után ott hagytam, aztán informatikai főiskolába próbálkoztam, de szívből utáltam mindegyiket, és egyre rosszabbul voltam. És egyszer volt egy pillanat az életemben, amikor találkoztam valakivel, egy zongora hangolóval, és kiszedtem belőle, hogy hol dolgozik, hol tanulta a szakmát, meg ilyesmi, és ahogy ő mondta, hogy van egyáltalán ilyen Magyarországon, hogy hangszer készítő műhelyek, mesterek, meg ezt a szakmát lehet tanulni. Létezik egyáltalán ilyen, hogy hangszerkészítő, hangszerészképző iskola. Akkor belül nagyon biztosan tudtam, hogy nekem ezt kell csinálni. És onnantól kezdve, szerintem jó értelembe véve fanatikus módon, mindent megtettem azért, hogy bekerülhessek egy mesterhez. Az első mesterem, aki hajlandó volt szóba állni velem, Papfalvi Ferenc. Először ő sem akart elvállalni, de aztán valahogy szimpatikus lettem neki, és mégis elhívott próbamunkára. És amikor pár hónap szenvedés, mint például shit hordás, meg mindenféle ilyen nagyon durva ház körüli munkák után sem adtam föl, akkor elkezdett közelebb engedni a hangszerekhez. Ő egyébként hárfakészítő mester, és rengeteget tanultam nála. Majd később másoktól is sokat tanultam, de ő volt az első, aki elindított ezen a pályán először inasként. És ő segített abban is, hogy a hangszerészképző iskolába bekerüljek, úgyhogy így indult a legelején a dolog. Ez a régiek elmesélték, minden hangszerész ezen túljutott, hogy szinte egy ilyen beavató szertartás, vagy egy ilyen teherbíró képességnek a modellezése az megvolt, hogy csinálj olyan feladatokat, hogyha azt kibírod, akkor utána aztán már a szakmában is megállod a helyed. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy Papfalvi mester is ezeket a próbatételeket rátszabta és megfeleltél ennek. Te nagyon fiatalon önálló pályára álltál, tehát elkezdtél önállóan dolgozni. Mikor készült az első önálló gitárod? Az első két gitárom 2007-ben készült el, már 2006-ban elkezdtem. Egyébként 2005-től voltam a Papfalvi Ferinél, tehát most van 2022, már több mint 17 éve, és azok még elektromos gitárok voltak, ilyen egyszerűek, mert hát mi mással kezdjen egy ember, aki gitárt szeretne készíteni. Aztán elég hamar elkezdtem ilyen hibrid, félig akusztikus nylonhúrosokat. Majd 2008-ban már elkészült az első teljesen akusztikus, klasszikus gitárom, ami egy spanyol gitárnak a kópiája volt. Az még szerintem elég rossz volt. Bár szépen szólt, de én egyáltalán nem voltam vele elégedett, de hát természetes, hogy ez volt az első. És akkor, mivel hogy akkor már lett családom, meg születtek a gyerekeim, miután elvégeztem a hangszerészképző iskolát, én rá voltam arra kényszerülve, hogy minél előbb ugye rendes ugye pénzkereső tevékenység legyen ez számomra, tehát hogy nem maradhattam ott senkinél inasként vagy segédként, hanem önálló szakemberként kellett dolgoznom. És akkoriban rengeteget dolgoztam, tehát sokszor hétfőtől vasárnapig ilyen 12-14 órákat, meg sokszor éjszaka is. Tehát azok iszonyú kemény évek voltak az elején. Többször úgy éreztem, hogy feladom. Ugye gitárjavítás volt a fő tevékenységem, mert ugye abból folyamatosan volt bevétel. Majd, amikor már eljutottam egy olyan szintre a gitárkészítésben,
ugye rájöttem arra, hogy klasszikus gitárra szakosodok, arra specializálódok, hogy nekem az megy jól. Akkor elkezdtem fokozatosan leépíteni a javítást, és átállni az új hangszerek készítésére. De azért szerintem ez egy merész lépés. Hát, ha bemegyünk egy hangszerboltba, akkor gitárokból, klasszikus gitárokból Dunát lehet rekeszteni. Tehát, és így, hogy már családos ember voltál, és jöttek a gyerekek, és most ugye 6 gyermeked van. Azért ez egy hatalmas felelősség, hogy talál az ember egy olyan piaci rést, amivel tényleg el tudja tartani a családját, vagy jönnek olyan megrendelések, amiből megfelelően tud keresni is, illetve egy olyan hosszú távú innováció, fejlődési lehetőség is van, ami hosszú távon biztosítja az ember működését. Na most én tudom, hogy ez nálad elindult nagyon is jól ez a folyamat, de mi volt ez az innováció, mi volt ez az alapötlet, ami egy piaci rést képzett Magyarországon? Az első az volt, hogy fölismertem, hogy most a 21. században a mai klasszikus gitárosoknak, és főleg az újabb generációknak már nem jó, nem elég az, amit a 20. századi mesterek készítettek. Ugye a hagyományos spanyol építésű klasszikus gitároknak gyönyörű hangja tud lenni, és nagyon szeretjük a mai napig azokat a felvételeket, azokat a híres gitárosokat, akik azokon játszottak. De ugye, hogy a világ is felgyorsul, és egyre hangosabbá válik, és egyre gyorsabban változik minden, így ez végül a klasszikus gitár világába is begyűrözött olyan értelemben, hogy már halknak tűnnek a hagyományos spanyol építésű klasszikus gitárok, még akkor is, ha mestergitárok. Általában most már nagyon nagy igény van a nagyobb hangerőre, amit az ausztrálok el is kezdtek már évtizedekkel ezelőtt, az úgynevezett ausztrál iskolával. Ugye Greg Smallman volt az egyik úttörője ennek. Tehát sokkal nagyobb hangerőt értek el, mint egy hagyományos klasszikus gitárnál, de mondjuk az én magánvéleményem az, hogy az ausztrál iskola szerint épített gitároknak viszont nincs olyan szép hangja. Tehát hangerő nagyon jó, de a hang minősége, a hang szépsége, a hang művészisége az elég messze van az én véleményem szerint az igazi spanyol gitárhangtól. És amikor az én fejemben összeállt ez a kép, vagy ez a képlet, hogy én csak akkor maradhatok sikeres, és csak akkor tudok ebből a szakmából hosszú távon megélni, hogyha sokkal hangosabb gitárokat készítek, mint addig. De viszont én nem akarok megalkudni az ausztrál gitároknak a steril és számomra unalmas hangjával. Na most itt az volt az egyik, amit én fölismertem, hogy ők nagyon rámentek arra, hogy az alaphangot erősítsék föl, viszont én szerintem nagyon felhangszegények azok a gitárok. És számomra mindig nagyon fontos volt minden hangszernél, hogy felhangdús legyen, felhanggazdag legyen a hangja, amikor megszólal. És én olyan gitárt szerettem volna tervezni, ami legalább olyan hangos, mint az ausztrál építésű, rácsbordázatos gitárok, de vissza szerettem volna adni a rácsbordázatos építésnek azt a felhangdús, gazdag, kicsit spanyolos, érzelmes, művészi hangszín világot. Illetve azt is, hogy a jobb kéznek a különböző mozdulataira, pozícióváltásaira a művészek különböző hangszíneken tudják megszólaltatni a gitárt. Ezt mivel lehet elérni? Jó kérdés. Én is azt kérdeztem magamtól 2014-ben, amikor elérkezett az a pillanat, hogy most vagy soha, tehát muszáj volt továbbfejlődnöm. És akkoriban
Hát lehet lehetőségem arra, hogy több hónapon keresztül szinte csak ezzel foglalkoztam, hogy megtaláljam a saját olyan konstrukciómat, a saját stílusomat a gitárépítésben, amivel sikeres tudok lenni hosszú távon. És én hiszek Istenben, és én akkoriban nem csak ugye gyakorlati vagy fizikai szinten igyekeztem megtenni a tovább lépés érdekében mindent, hanem sokat imádkoztam is, és kértem Istent, hogy segítsen, hogy mutassa meg, hogy hogyan kell új gitárt készítenem, hogy ez nagyon-nagyon jó legyen. És képzeld el, hogy ő akkor válaszolt is, és ez egy egészen különleges, szinte egy ilyen szellemi utazás volt hónapokon keresztül, amikor különböző módokon, akár álomban, látomásban is, és ilyen belső késztetések hatására tudtam, hogy mit, hogy tervezzek meg, mit, hogy készítsek el, hogy válasszam ki a különböző alkatrészeknek a faanyagokat. És 2014 végére elkészült az első teljesen új, saját konstrukciójú gitárom. Az nem titok, hogy egy aszimmetrikus rázsbordázat rendszer van benne, ami ugye szemben az ausztrál építésű gitárokkal nem balzafából és karbonszálból készül a bordázat, hanem hagyományos európai fenyőből, ami évszázadok óta a hangszerkészítésnek, bordázatoknak, fedlapoknak ugye a hagyományos anyaga. Tehát egyszerre lett modern, de viszont anyaghasználatban visszatértem a régi európai gyökerekhez. És annyira jó lett az első ilyen gitárom, hogy akik hallották, mindenki mondta, hogy ezt vigyem el, mutassam meg a magyar klasszikus gitáros szakma vezető egyéniségeivel lett lehetőségem akkor találkozni. És annyira tetszett mindenkinek ez az első úgymond prototípus, hogy egyből kaptam rá megrendeléseket, tehát úgymond lefoglalózták a következő példányokat. Az, hogy aszimmetrikus a rácsbordázat, ezek a te kísérleteid, vagy intuícióid, ez a nagyon érdekes, ahogy megfogalmazod, hogy tényleg egy belső lelki folyamat, egyfajta meditációs folyamaton is ez keresztül ment, hogy szóval ebben mennyi volt az intuíció, és mennyi, amennyit másoktól láttál, és az összegyűjtött tapasztalatoknak a megújítása? Hát természetesen másoktól is nagyon sokat lehet tanulni, viszont ez pont egy olyan világ, sőt akkoriban még inkább olyan volt, az internet ellenére is, hogy nagyon-nagyon kevés információt közölnek erről, mert hát azért nyilván, ha valaki valami újat kitalált, azért egy darabig védi. Igen. És igazából nekem belelátásom az ausztrál gitárokban volt elsősorban, amiket személyesen is tudtam velük találkozni. De amikor végül elkészültek a végleges tervek, akkor én pár hónapra kizártam a külvilágot, és igyekeztem a belső intuíciómra, a belső bizonyosságra figyelni. És nagyon fontos, ahogy már említettem számomra, az, hogy egy hang felhangdús legyen. Nagyon szeretem a felhangokat, de tényleg nagyon-nagyon. Hogyha csak egy ilyen alaphangokból épített zenét hallok, akkor az számomra tök unalmas, tehát nem élvezem. És az a rácsbordázat, amit megterveztem, illetve az összes többi hozzátartozó kis kiegészítő elem a gitár belsejében, ezt mind úgy terveztem meg, hogy igazából a rácsbordázatban 14 pici gerenda van, és mindegyik más hosszúságú, más formájú, és mivel ez egy rás szerkezet, ezért a bordák közre zárnak ilyen kis négyszögeket is. De a négyszögek is mindegyik más formájú és más méretű.
Tehát egy abszolút ránézésre szabálytalan rendszer. De mégis ez egy olyan rendszer, mondom néhány más belső szerkezeti elemmel kiegészítve, ami úgy képes a megpendített húrnak a hangját felerősíteni, hogy rengetegféle felhanggal együtt szólal meg, ugye a megpendített húr. Ugye szokták azt is mondani, hogy egy tárgy csak akkor rezonál be egy másik tárgy rezonanciájára, hogyha az önmaga képes azon a rezonancián megszólalni. Na most, ha egy gitárbe van állítva egy-két-három fajta hangra, most csak így leegyszerűsítve mondom, akkor lehet, hogy azokon a hangokon gyönyörűen megszólal. Viszont a többi vennek hiába próbálja átvenni a rezonanciáját, nem nagyon tud vele mit kezdeni. És én szerintem sikerült beleépítenem ebbe a saját konstrukcióba azt, hogy a felhangokat is, és alaphangokat is, tehát hogy mindent, ami egy zenei hangban benne van, a gitárnak, a fedlapnak, a bordázatnak és egyéb elemeknek a különböző kis részei, mindegyik valamire, vagy több mindenre berezonál. És így mindig egyszerre tud megszólalni egy ilyen nagyon összetett, különböző frekvenciákból álló rezgés együttes, egy hang, tehát tényleg szinte mint egy komplett zenekar úgy tud megszólalni ez a rendszer. Tehát ez a rácsbordázat ezt a nagyon gazdag felhangtartományt tudja produkálni. A hangerőt pedig az a különleges rezonáns szerkezet, vagy rezonáns kialakítás, amit az ausztrálok is készítenek? Hát a rácsbordázatnak az az előnye, hogy megengedi azt, hogy a fedlap anyagát jobban elvékonyítsuk, mint egy hagyományos spanyol gitárnál. Ugye a hangerőt úgy tudjuk növelni, hogyha csökkentjük a tömegét a fedlapnak. Tehát a rácsbordázat ezt megengedi, hogy sokkal vékonyabb legyen. Tehát akár főleg fenyőnél extrém vékonyságra is le lehet menni, hogyha a fenyő anyaga elég sűrű és masszív ahhoz, hogy ezt megengedje. Aztán később, egy néhány évvel később tovább léptem, és tudomásom szerint Magyarországon elsőként kifejlesztettem a double top fedlap készítésnek a technikáját is, ami röviden annyit tesz, hogy két fedlap anyag közé egy mélysejtrács szerkezetű anyag, az úgynevezett Nomex van be szendvicselve. És ez egy nagyon komoly fejlesztés volt a részemről, ami szintén hónapokig dolgoztam, és rengeteg pénzt, meg időt, meg energiát belefektettem. Ezt úgy kell elképzeljük, hogy tulajdonképpen egy rezonáns, egy gitár fedlap eleve három rétegből áll. Leegyszerűsítve igen. Gyakorlatban ezért ez egy kicsit bonyolultabb, mert ami kívülről látszik, az nem csak egy réteg, hanem az belülről egy ilyen speciális formában van kimarva, de itt tényleg csak ilyen 10 milliméterekről beszélünk, tehát... Az egész rezonáns milyen vastag ezzel a három réteggel együtt összesen? Az egész 2,8. És ezek a rétegek milyen vastagok külön-külön? Hát ezt most itt inkább nem részletezném, de lényeg az, hogy őrült vékonyak. Igen. És ezt nagyon könnyű elrontani, és nagyon nehéz jól megcsinálni. Nagy kockázatot is vállaltam ezzel annak idején, hogy ebbe belevágjak, de hát Magyarországnak is kell egy double top gitárkészítő. Egyetértek. Úgyhogy végül sikerült, hála Istennek. És azóta szinte csak double top gitárokra van megrendelésem, de ott is tehát lehet hallani külföldi double top gitárokat ilyen steril, szintelen hanggal. Na hát én az aszimmetrikus rácsbordázatomnak az alapjait azt adoptáltam ebbe az új double top gitárépítésbe is. És a kettőt összeházasítottam. Tehát itt úgymond mindenből a legjobb benne van. Olyan értelemben legjobb, hogy
ami most a 21. század első negyedében igény, elvárás, amit keresnek, amit szeretnek a művészek. Úgyhogy körülbelül ez a története ennek, így Dióhéjban. Ez így nagyon jó, hogy a házasítást, házasság szót használtad, de milyen szép ez a történet, hogy a ti házasságotokban 6 gyönyörű gyermek van, és most az innovációs ötleteid házasságából számtalan hangszergyermek születik, amik jobbnál jobbak, és ezt visszaigazolják az előadó művészek. Visszaigazolják? Milyen inspirációt kapsz a művészektől? Hát az igazság, hogy nehéz sokszor ez a szakma, tehát nem sokszor, szinte mindig. Nagyon nehéz ezeket a hangszereket jól elképzelni. Elképzelni? Tehát elkészíteni. Igen. De amögött ott van az elképzelés is. Igen. Nagyon nehéz őket elkészíteni, minden egyes hangszer kihívás. Bátornak is kell lenni, kockáztatni is kell. Sokszor szó szerint vérrel és verítékkel készülnek ezek. Na most, ugye ilyenkor az embert az a veszély fenyegeti, hogy esetleg elmozdul a kiégés irányába, vagy esetleg olyan gondolatai támadnak, hogy hát, feladom, meg ilyenek. De amikor elkészül egy új hangszer, és eljön érte a művész, vagy valahol találkozunk, és kipróbálja, és meghallom azt a hangot, és visszahallom a hangot, amit szerettem volna abba a gitárba belerakni, Ez is egy jó érzés, de többször átéltem azt, hogy ahogy megszólalt a művész kezében az új gitárja, akaratlanul is elnevette magát, vagy minimum fülig ért a szája. Azért a művészek is, ha már ezerszer eljátszottak egy darabot, nem biztos, hogy ilyen érzelmes kifejezéssel tudják ezt megtenni, ugye 1001. alkalommal. De ezek az új hangszerek láttam sokszor, és látom a művészeken, hogy olyan hatással vannak rájuk, hogy meg tudnak újulni. Tehát inspiráló, motiváló hangszereket készítek, és nagyon jól látni a zenészeknek az örömét. Igazából, ha meg kéne fogalmazni azt, hogy mi az értelme ennek az egésznek, hogy miért csinálom ezt, hát minimum annyi, hogy másoknak, tehát a gitárosoknak az életét jobbá tehetem ezáltal, és örömöt szerezhetek nekik, vagy segíthettek a hangszereimmel tovább fejlődniük az ő művészetükben. Tehát itt soha nem a hangszer a végcél, hanem maga a zene, és aki a zene mögött van, az előadó. A hangszer az egy eszköz, bár egyben egy műalkotás is, szerintem. De lényeg az, hogy amikor látom, hogy a gitárosok örülnek, szívesen játszanak, meg tudnak újulni, akkor ez egy olyan jó visszajelzés nekem, hogy szívesen vágok bele a következő hangszerek készítésébe. Hát sok mosolygós, füligérő szájú művészt kívánunk neked. Köszönöm. Köszönöm szépen.